jövünk-e? Felveszem a mézes kalácsüti receptünkkel. Hogy a gépem nem megy. De ezt a keresztanyú fogja mondani, ugyanis ő jó szakács. Helyett jó békköri sütő. Jó cukrász? Képzeljétek el, hogy a keresztanyú akar csinálni ezzel a kis géppel. Forrcukrot már nem vett, már ki is pakolta, viszont leégett a gép. De ez már kimért lisztet, vagyis nem mérte ki, mert azt mondta, hogy szemre működik, úgyhogy ez ki tudja mennyi. Fél kiló biztos van. Van ilyen mézes sütemény fűszerkeverékünk magyar boltból, vagy pedig ez a Lidlből. Meg mézecske, aztán majd mindjárt jön. Közben veszem 3 kanál szóda bikarbóna volt. Hát az majdnem 4 volt. Akkor volt 4, ki tudja mennyi lisztbe. 1 kiló lisztet! 1 kiló, talán úgy gondoljuk. 80 dekarett, 1 lisztet. Szemre kell, szemre kell. 30 deka, 30 gram porcukor. Na, abból mennyi kell? Ebből 14 gram. 14 gram. Körülbelül majd ennyi lesz. Na? Ez a 14. Ez nem van meg. Az 27, meg 14 is 1 kiló a liszt. Vagy az egész bele. A fekete kukába. Szóval 3 egész oda. Tojás. Hideg legyen a hüttőből. Gram, ráma olvasztott vajacska. Meg kell olvasztani, vagy csak így? Ja, azt írja, hogy olvasszuk meg, de nem teljesen. Csak egy picit. Oké, ott a felolvasztott vaj, aztán jön bele 250 milli méz majd a vaj után. Hát azt szerintem nem kaparod ki, nem? Ő lusta. Nem, kaparom ki. Ő lusta, ő nem kapar ki semmit. És ez mind várja. Szemre megy, gyerekek. Ó, Adelino, várjál, pici szerelmem. Hallod, a gyerek üvébe kimérhet csak holna. Na, kimérni mi? Én ha mérek, akkor baszok el mindent. Hát én meg ha mérek, ha nem, akkor is elrontok mindent, úgyhogy. Ja, köszi. Gyúrunk, gyúrunk. Na, mert ez most a YouTube-ra. Közben kisült egy pár adag mézike, hát nekem annyira nem ízlik, de a huncikának ízlik. Meg a fiúknak. Addig a finom? Wow, igen!